Tisztelt polgármester úr, alpolgármester asszony, jegyző úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Délini Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében rendhagyó komoly zenei és egyben születésnapi esténken. Ünnepnapokat élünk a napokban, hiszen nem olyan régen ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, ahol már szót ejtettünk arról, hogy 1927. január 29-én került átadásra a Délinné Kulturális Központ székhelyi épülete. A kultúrpalota 90 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, és örömömre szolgál, hogy a jeles ünnepi napon ismét teltházzal emlékezhetünk az eltelt időszakra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Az épület ezzel együtt a karcagi művelődés és kultúra történetéről készültünk egy rövid bemutatóval, előadással. Biztos vagyok abban, hogy a közel 100 év történései mindannyiunk számára érdekessé teszik majd a mai ünnepnapot, a mai estét. Felkérem Ruzicska Ferenc urat, az egykori kultúrpalota, a mai Délinné Kulturális Központ történetének felelevenítésére. Jó estét kívánok mindenkinek, köszöntöm a 90 éves épületet és a kb. 65 éves intézményt hozzá. Ami ma este részemről elhangzik, az leginkább az épület építésének története, az mégképp az erősményekről is szólni fogok, illetve hogy az építés, a behatározás körülményei, méretje, főszereplői és hát a mai állapot kialakulása, ez már várhatóan. Egyébként nehéz dolog, mert pontosan ez az épület az, amihez minden karcagi embernek hűződik valamiféle emléke. Jó, rossz, de bizonyára mindenkinek van róla. Tehát itt igyekszünk majd úgy megcsinálni, hogy az épületben belül maradjunk és nem részletedünk, mert az idő az még véges. Közben még itt az elő, a bevezetőt tartom, láthatjuk ezeket a színjátszó köröket, amiket azért vetítünk be, hogy az előzményekről is szó legyen. Ugyanis a Délinné az egy köztes, vagy kultúrpalota építése, ez egy köztes produktum, egy köztes eredménye a karcagi művelődésnek. Hol voltak a korábbi karcagi mű, korábban a karcagon, a művelés színterei karcagon? Hát az olvasókörökben, a kaszinókban, egyletekben és egyéb helyeken, és ahol egyik helyeken, ahol a tagság volt néhány elvált elmette végzőt, gazdember szervezte közösségi négy párt szempontú megindulásra, vagy megalapítására, és hát ehhez biztosítottak közművelődési, illetve művelődési lehetőséget is. Volt néhány szegényi könyvük, körülbelül 100-120 könyvük, járattak néhány újságot, bálokat rendeztek, és ebből a képekből látjuk, hogy gyakorlatilag saját maguk szerveztek színi előadásokat. Ez persze nem Shakespeare-re kell gondolni valamelyik nézőműnek az interpretálására, de az, hogy ebből a két csoportból, amit most Önök láttak, a színjátszókörökről, a csengési felvételeken túl talán a legtöbb van azokban a régi fotógyűjteményekben, amiket én láttam, ami azt jelenti, hogy nagyon sokszor került rájuk sor, és mivel, hogy mindenki pénzt áll azért, hogy legyen jelmeze, gondolkodnak arra, hogy milyen díszletet csináljanak, cégeket cipelnek, termet rendeznek, tehát munkát és pénzt fektetnek bele, illetve, hogy mivel gyakorlatilag visszatérő alkalmak, van közösségük is. Ez így is van, és a kiegyezés, de a 19. századnak talán legnépszerűbb irodalom közvetítő műfaja, vagy szinte a színjátszás, amit a 19. században vándorszintástartók adnak elő, vagy jelentenek, még a 19. század második felében is rendszeres vendégek karcagon, az újságban külön színházi rovat van, ahol mindig ezeknek a fellépéseit írják meg,
ki volt jó, ki volt rossz, milyen volt a színdarab, innen, hova, meg én ki voltam már a következő. Nincs tévé, nincs rádió, nyilvánvaló, hogy ez a legjobb téli szórakozás. Ennek sem volt kifejezett helyük, ezért 1890-ben, és a szándék itt gyökerezik valahol, 1890-ben létrejön a Színi Egyesület, amelynek a célkitűzése az, hogy építsenek Karcagon egy állandó körülszínházat, és azt próbálják most fel is tartani, és hát ezt az egyesület próbálják majd megoldani. Hát mondjuk ezek a szép ábrándoknak a világa, de mindenki igyekszik a maga egyetlen épületében ennek helyet biztosítani, ennek a színjátszásnak, meg a báloknak. Itt láthatjuk, hát kinek milyenre telik, ugye ez pénztárca függő. A Úrika színe, ami itt van szemben, láthatjuk még manapság is, az nagyon szép ilyenre. Valóban a vagyonság mert nagyon jó messzényát, ahol Kásson úr a személyén, az iparatestületnek, fennevelmeten volt egy nagyon felnök, ott rendeztek bálokat és előadásokat, de és így mehetünk tovább. Végig még 1942-ben Dr. Rossz Pál, ifjúsági, katolikus ifjúsági centrumnak hozza része, ugye a katolikus legényegyet épületét, amiben szintén van, szint pedig vasfüggőnyel. Tehát azt mondjuk, hogy fognak az vége, és mikor elvisz a katolikusokért, akkor kerül átadásra a ma Kálinházként ismert régi Kálinház, aminek az udvarára a református egyház község előjárására szintén tervez egy színház termet építeni, tehát ezt megalasztja a háborút. A nagyobb előadásról hosszú ideig a főtéri általános iskola, akkor a városi vendéglátó, vagy városi vendégfogadó nagy termében tartották, illetve hogy vannak az udvarából egy nyári szintkör abban. Ami még érdekes, hogy ebben az ipartestületi épületben alul működött az Otthon KVH. És amikor megjelenik a 90-as évek elején egy új szórakoztató műfaj, vagy egy új lehetőség, és egy új múzsor, egy új művészeti ágra film, akkor 1909 őszétől ebben az épületben, ebben a KVH-ban van rendszeres movi. Tehát akkor még mozgó két színház. A 1909 szeptemberétől, mert 1909-től van hozzá része a város, vagy üzemelével a város, a ma városgondossági épületként működő városi villanytereket, magyarul ekkortól van áramszolgáltatás Karcagon. A mozihoz pedig tudjuk a gépek működtetésének, vetítésének, ez szükséges. Ebben van tehát az első mozi. Na most a városi villanyterek, a háború folyamán nyersanyag hiány, hűtőanyag hiány és egyébek véget leállni kényszerű, ahogy ugye egyre több mindent talál be a háború. És jön a román megszállás és a hosszas itt tartózkodás, és mivel annak vége van, hát bizony eléggé komoly károkat szenved, de a karcagiak valahol 2 millió aranykoronát költöttek rá, ami az értéke ennek a villanytereknek, ezért gondolkodnak azon, hogy mindenképp be kellene indítani. Elveszik fel a kapcsolatot a kereskedelemügyi miniszterrel, akinek a révén Karcagra kerül a képen látható Fésűs Imre postafőmérnök, tehát egy általános mérnök, aki a postai tudományokkal, a postai műszaki ellátásra rendezkedett be, ugyanúgy a Terek stádió, épületek és minden egyebet, ami rendel kapcsolatban. Ez a Fésűs Imre, ez az igazgatója a városi közművek, ez nagyjából a városgondosságnak az elődje, tehát a városi közművek néven működő villanytereknek a vezetője, aki egyébként győri születésű, egy igen agilis ember, és igen jó ötletei vannak, mint sok másnak, aki ide költözött Karcag, és sok mindent megterapították a választók, akik ide szakadt idegenek, és Karcag ide lett idegenek. Most én mondja azt, hogy a mozi, ami egy magánkézben van, vagy ami beindul és először magánkézben van, jó, azt mondta, hogy jobb lenne, hogyha a város csinálna.
réte is hozzá 1921. októberében 500 ezer korona ráfordítása a Városi Mozgókép Színházat. Ennek az épületéül a gimnázium épülete mellett most teniszpálya van már a helyén, ott volt a polgári kör. A polgári körnek volt egy 2 számú épülete, abban rendeznek be egy városi mozit, és ott van minden este vetítés busás haszonnal, mert egy év alatt meghozza az 500 ezer koronát. De egy a baj, hogy 1926-ig van szerződésük, és hát a Karcegia közben, mint a Mákonyra, rászoknak a mozi nézésre, és hát a főmérnök javasolja, hogy építeni kellene egy városi moziékből. Tehát egy csak mozit nem béreljük, amit nem bérünk, hanem örökké a miénk, minden jövedelme nekünk folyik be. Na, ezzel kapcsolatban kellene gondolkodni a városon megjelent Speyer kölcsönön, amit először 1925 tavaszán tárgyalnak, de mivel hogy rosszgazdasági évek voltak, 1925 pedig kifejezetten a száros év, és hát egy mezőgazdaságból élő városnál az meghondalandó, hogy ilyen esetekben is kölcsönt vegyenek fel, meg a gazdás félettől, hogy ennyire rossz inflációs viszonyok között érdemes a költség szerelni, és el fogja borítani a városnak a gazdasági háztartását, elutasítják. 1925. július 11-én 11 szavazat többséggel a nem nyer, de ekkor megjelenik a város nemzetgyűlési képviselője, menjen tovább egyel, Csontos Imre, az a rossz kedvű mongol uralkodó rendeit összető pucsmás férfi itt a bal oldalán a képnek. Ő a Csontos Imre, szövette Fehér Sálmon hajadonfőjével dr. Szentesi Kálmán, mellett a szintén falat nélkül Szent Arnai Sámuel, mind a hárman lelkes hívei ennek az új beruházásnak. Na, Csontos Imre és agitációba kerülnek mindegyik város ezerkénál emelte beruházás mellett van, és az a fő indokuk, hogy élünk a többiekkel szemben, hogy nagyon kevés az a termés, nagyon sok ember marad munka nélkül, vagy bevétel nélkül, nélkülzések válnak rájuk, tehát kell egy pénzösszeg, ami bekerül a városba, amivel csinálnak valamit, hogy megmondítsák ezt az egészet, vagyis azra alá a munkát teremtenek. Ennyi adja a kedvük a sok embernek. És hát elérkezik, meg felajánlják még azt is, és valószínűleg ez a döntő, hogy 3,5 milliárd koronába kerülne az új beruházás, ami egy emeletes mozéjével, egy emeletes épületet tartalmaz, ebben az alsó szintjén étterem, kávéház, büfé, cukrászta lenne elhelyezve. Az emeletén mozi színházteremmel, két szoba a múzeum, a Nagyó Múzeum gyűjteményének, valamint egy zeneterem. Ez kerülne 3,5 milliárd koronába, a koronám inflálódik nyilvánvalóan, ez már inflációs érték. Egyébként a 1927-ben alkalmazott átváltási ára szerint, amikor egy pengő 12.500 korona volt, az 280 ezer pengőt jelent. A felvendő, mert dollár kölcsönről van, szóval a felvendő dollár összegében pedig 49 ezer dollár. Na, tehát eladáról, tehát a felvételé pedig kimondják, hogy 1 milliárd koronát pedig felajánlanak a mezőgazdaság részére, mint nagyon kedvező hitelünk, vagy nagyon kedvező kamatú kölcsön. Na ez a következő szavazáskor már, amikor dr. Hajnal István, akkor még főjegyző, 1926-tól a várospolgármester, nagyon jó vezetőt tart, és utána van a szavazás, akkor már 54-20 arányban győd az, hogy vegyék fel a kölcsön. Augusztusban mennek a pénzügyminiszter, megkötik a szerződéseket, és szeptembertől elkezd csorogni a pénz a városba. Ugyanakkor ezen a nyáron Karcagon jár Nagy Károly, mert takarosztatják a
épületét. Ez a Dacár egy építészmérnök, egy professzor a művészet tanszékének a tanára, és ő segít ki, megfogalmazza a pályát, közé is teszik, és december 30-áig, amikor a leadási határidő van, 87 érdeklődés mellett 27 pályamunkba érkezik. Ebből lesz nyertes a lehet jelegényű, aminek a elkészítője egyel Reis Béla és Menyhér Miklós. Ez az úr itt Reis Béla építészmérnök, aki egy nagyon érdekes ember, mert nem csak az építészet történet tartja nyilván, mint az egyik legjelentősebb Art Deco stílusban alkotó építést, hanem az agrártörténet is, ugyanis ő Versailles-ban elvégzett egy kertépítőiskolát, mert a családi házszervezést és a kertépítést közösen gondolta összhangba hozni. Egyébként több könyvet is írt, például már az utolsó kötete arról szól, a világos Budapestért, ez a cím, a köztörületek falfasítása, illetve ezeknek a nagy bérháznak az erkélyein, balkonyain milyen növényeket érdemes tartani, vagy locsolni, vagy kiültetni, hogy olyan szépen mutasson, összhangban legyen az épülettel is. Egyébként nagyon fiatalon 32-ben hunyt el. A főműve nem a kifartás, vagy nem a kultúrpalota a főműve, hanem a Szegeden a Dóm tér, aki látta már, az tudja, az Árkános. Na, és akkor ki is találják azt, hogy hová legyen építve a kultúrpalota, aminek ugye ott van egy ilyen, az a városi fürdő, mellett a fürdő vendéglő, közül egy zöldség, egy park van. Oda teszik, egyébként azt javasolják, hogy ne oda menjen a művelési hármas, hogy menjen a kultúrpalota, amire a tér végére, mert akkor ez az egész egyik felén a gimnáziummal, emelve a kultúrpalotával nagyszerű látványt kellene, de mivel hogy az a térség adott a város, így nem kell érte fizetni, éppen ezért mindenképpen maradnak annál a fürdőtelepnél, mindjárt látjuk a fürdőnek a épületét. Ez teljesen elsik, hogy 42-ben lebontották, gőz és kárfürdő volt. Ennek a szélső épületnek a helyére jött a kultúrpalota. Menjünk tovább, mert csúszunk ki fel az időből. És akkor kiírják az építési pályázatot az építőmester részére. A baloldali férfi Sánta Lajos építési vállalkozó. A mellett álló férfi hívéletről van szó, Sánta Gábor, orvos. Ő is volt az épületen, de mint az 67-es gimnazista. És megkérdezik a Szabó Ágost, hogy a belső munkában, a famunkában kivitelezik ezt, kis asztalos állóvizetnek oldani, tűzoltó parancsnok, amit van belőle, vagy vállalta egyenruha. Jól van elnevezni a karci és tűzoltó alattani. Na, és akkor megindul a munka, egész évben megállás nélkül, ugye nincsen aratási szabadságszám, és így néz ki a város képben az elkészült kultúrpalota, ami 11.000 négyköbméter nagyságú, és belülünk kukkantani az utcába, és ez a régi dolgozőnek az eleje, ez a kultúrpalota, és ott mi belézhetünk az utcába, hogy milyen volt, hát ezt is kibalancoltál egy kicsit, mert előadok a járvában volt a helyi specialitás, lenne rá tudni a vélemre. Ezeket az évüleket 80-as években tüntették el, amire 80-ában bejogottam, amire leszerelt, már nem volt belőle, sem akkor épült a házra, a nagy emeletes házra helyére. Menjünk tovább, ez pedig egy másik oldalról. És hát mondtam, hogy két termet biztosítottak a Nagykun Múzeum részére.
amelynek a kiállítását Sós Adorján gimnáziumi tanár rendezte be távozás előtt, mert 33-ban pápáron. Ez egy időszaki kiállítás, volt itt egy hímzőtere, annak a kunhímző tanfolyamának a munkáiból állították ki. Egyébként, ahogy a háború közeledett, és megkezdték a polgári leányiskola építését, újra funkciót is kapott az épület, mert csak ezek a mozi, a színház, a múzeum volt benne, meg a bálok. Utána a múzeumot kipakolták, visszarakták egyébként érdekes módon abban az épületben, ahol korábban volt a mozi, tehát a polgári körnek a udvarára, ott is pusztult le azok a háború alatt. Ide meg beköltöztették a polgári leányiskola néhány osztályát, ide járt az iskolában, itt tartott a háború, menjünk tovább egyel. És hát kiállítások vannak még a nagy teremben, ez a Hungária Villamossági RT-nek a egyik szakkiállítása, ez is. Akkor van itt ugye társas hacserez, valami veterán katonáknak a találkozója, és bálok tömegével, és nem lennék igazságosak, hogyha a helyi zenész sztárokat be nem mutatnánk legalább egy kép erejéig. A város négy legjobb cigányzenekara látható a képen az 50-es évek elején. A tartókat megtetszenek ismerni látszóiskolának. Menjünk tovább, és hát hogyha már illusztris vendégeknél tartunk, mert aztán vannak tömegével, de tetszenek látni, itt mondjam először, hogy Kovács Kista bácsi mellett Nyikita Szergely és Kuscsov van, vagy pedig Nyikita Szergely és Kuscsov mellett Kovács Kista bácsi vendéglátó, mint vendéglátó, és azért olyan sáros az idő, mert előtt a béke termelő szövetkezet termésebbé tekintették. Egyébként akkor is birkakörtör volt a vacsora, mert ő volt egy vacsora. De tetszett tudni, hogy hol főzték a birkát akkor, hogy csodnak. A Wunderman, szerintem az óta sem. Na, és akkor itt van ez a jellegzetes 60-as évek hangulata van ennek a képnek. Hosszú ideig az épülettel nem történik semmi. Padlófűtés van, pontosabban légbefúvásos fűtése van, azt felszámolják, mással cserélik, és mindig, ahogy ezek a divatok jönnek az olajkájából a gázik, ez változik belülről. 73-tól 77-ig viszont nagy átalakításokat indul, és itt most meg kell jegyeznem valamit, hogy a Sánta család nem csak egy alkalommal jelenik meg az épület történetében, mert a Sermani Kása Erzsébet hagyta emlékezetben, hogy dr. Sánta József főorvos úr ezekben az átalakításokban oroszlán részt vint, mint a munkátok mentora, annak kiállója, annak ellenőrzője, szóval általában véve mindig szívje volt a épületnek a fejlesztése és a komoly zenei koncerteknek a fejlesztése is. Na, menjünk tovább. A végére egy ilyen összeállítást csináltam képekből, hogy a délében is szerzett élmények alapján hány és ki került Karcagról a világot jelentő deszkákra, Homban, Magyarországon. Sír Alizzal kellene kezdenem, de Rolán találtam képet, a helyi patikus a szomszédban volt a magyar koronáros patika, annak a tulajdonosa volt az apja, Sír László patikus. A Sír Aliza 30-as évek végén a budapesti belvárosi színházban játszott, hogy oda került fogalmam is. A képen látható férfi Balai Ferenc György, aki a gimnáziumban már oda készült, színésznek készült, el is ment, Lukács Margit a feleségülete, sajnos házasság tönkre ment, őt pedig behívták 41-ben és 42-ben a Donnán esett el, mint Arlékos tiszt. Bode Teréz, őt ismerhetjük a Família Kft-ben, a karcéi Bode Lajos tanító úr leánya, előbb fiatalasszonyként vagy fiatal lányként a G-gyors és G-író volt, utána elment a válságra, utána elment a fővárosban, Debrecenbe, stb. Folytassuk a sort, most már ismerősök, Horváth Gyula, ő úgy került ide, tehát itt nevelkedett Karcagon, és innen került a színpadra, meg a filmek világára, nagyon szerette a
Kásaháza, 1928-ban épült Kásaháznak a Kovács Orvos kapuját, nagyon sokat el sok mindenkinek be is mutatta. Nézzünk még egyet, Sénémet Lajos, szintén Karcsi születésű, Csoknai Színházban is többszöre játszott, menjünk tovább. Csíkos Sándor, hát ő már ismerősebb, mert rendszeres vendége Karcsabnak. És hát itt telik az idő, mert hát itt az a férfiú, aki itt van, itt debütált ezen a színpadon, mint a széles tenyerű feje nagy, illetve Romeo, az egyik Petőfi, a másik Shakespeare szerepében, Váradi Szabolcs. Aztán legnagyobb csodálkodásomra elment hegyként vegyész hallgatónak Veszprémbe, és visszatért Kaposvárról, mint segédrendező. Most is jelenleg is valószínűleg Kaposváron van, sőt biztos, hogy Kaposváron van. Magam nem találkoztam, de aztán 2006. január 8-án, amikor nem beszéltünk. De kitartott. Márkus Judit. Ő is ismerésnek több műsort adott már itt Karcagon. Ő a Kassai Színháznak a művésze, jelenleg Gyesen van Johannával, most Johanna főszerep nálunk. És hát egy az énekelt műfa is bejön a képbe. Életmentő opera énekes, mert mentő tiszta eredeti foglalkozása Donkó Imrének, aki a Debreceni Csokonai Színház művésze immár. Több alkalommal első főszerepe Baján volt Papagéno szerepében, és a következő fiatalembert, akit látunk, Kun Tibor, őt az Imre hívta fel a figyelmet, mondom, az Imre és az anyukája, hogy ez a fiatalember is karcagi, szintén opera énekes, és most azt hiszem a Nemzeti Énekkarban, Ménekkarban igazolták itt a Debreceni Színházban. Innentől leállt a vetítés. Hát ennyi volt az, ami 20 percben belefért. A 1927. január 29-ig megnyitott egyébként teljes egészében karcagi, úgymond amatőr előadók tartították, de nagyon nagy sikerrel, mert egy terem, ami 600 élőhelyes volt akkor, nem tudom most mennyi, teljesen megtelt, illetve hogy a következő nap önként teljesen bérmentve, másoknak teljesen váltott házra ismét előadták. És hát ezzel indult el a ház, én már 90. événél járó történetés, ahogy mondtam, ehhez az épülethez mindenkinek fűződik valamiféle emléke. Mozival, színházzal, bármivel, szakkörrel, bármivel kapcsolatban. Köszönöm szépen a türelmüket és köszönjük szépen Ruzicska Ferenc előadását, biztos vagyok benne, hogy még órákig hallgathattuk volna, és tudott is volna még órákig beszélni az épület, a karcagi kultúra és a karcagi művelődés történetéről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy körünkben köszönhetjük, ahogyan az előadásban is elhangzott, azt a személyt, aki az elmúlt évtizedekben az épület fennmaradásának, megújításának, a karcagi kultúra, a komoly zenei és színházi élet fellendítésének motorja volt és elkötelezett híve ma is. Felkérem dr. Sánta József nyugalmazott főorvos urat, hogy legyenek kedvesek feleségével a színpadra fáradni, ahol Dobos László polgármester úr köszönti a város nevében és megköszöni az elmúlt évtizedekben nyújtott segítségét.
egyébként egy dokumentum található, amelyről a következő van írva. Díszoklevél dr. Sánta József nyugalmazott főorvos részére, melyet a kultúrpalota felújításában, megújításában végzett elévülhetetlen munkájának elismeréseként adományoz Karcag város önkormányzata. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, ahogyan többször is mondtam, rendhagyó a mai este. Rendhagyó abból a szempontból is, hogy most az ünnepelt ad ajándékot, ahogyan az 90 évvel ezelőtt is történt. Karcagváros önkormányzatának jó voltából a mai estén kérem fogadják szeretettel a Szolnoki Szimfonikus Zenekar előadását vezényel Cser Ádám. Jó szórakozást, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek a mai estére, és kérem Önöket, hogy látogassanak hozzánk minél többször ezévi rendezvényeinkre. Jó szórakozást!